Sziasztok, fő admin vagyok. És itt ül mellettem Today. Sziasztok, Today vagyok. És ez lesz az első videóm, amit szerencsére Today-vel közösen fogunk csinálni. És remélhetőleg nem fogom magamat összecsinálni közben, mert ez egy paratesz lesz. Egy kicsit parás vagyok, de mégis bevállaltam. Gondoltam, legyen, aminek jönnie kell, és szerintem vágjunk bele. Hú, már tartok tőle. Üdvözöllek a Félelem Birodalom újra paratesz. Neked volt egy első részed, ugye? Igen. Majd a leírásban megtekinthetitek. Most együtt nézzük meg a következőt. A következő videó felkavaró képsorokat tartalmaz. Hát már ez felkavar engem. Mi volt az a lány? Hogy nézett már ki? A többit elsolvastam. Ja, ha van kedved reakció videót készíteni, na pont az készül. Jó, és küldjük el neki. A többit, de megint nem olvasok. A lényeget elolvastuk. Mi ez? Mi? Vödröt, WC-t, zsepit készíts elő. Gyorsan, nincs sok idő. Víz. Kutya. Gyorsan, valamit. Vödörnek való. Gyorsan, még 8 másodperc. Még 8 másodperc. Mit? Párna. Füles, told maxra. Hát mi nem fülessel fogjuk készíteni, de azt hiszem mehet. Félelmetes képek. Számított, hogy az emberek elhúny szellemtelen fotóznak, az ilyen képeket postmodern fotókat hívják, ilyenkor láthatunk. Hát csodálatos. A legszebb családi kép, amit ma láttam. Hát, ma még nem néztem. Hát, jó. Látszik, hogy már elhagyta az élet. Na hát ez azért egy kicsit morbid. Hát ez is. És kíváncsi vagyok, hogy ezek valóban igaziak-e, vagy... Nincs erre gondolta. Amíg ezen elhiszem, hogy valódi. De az, hogy most levágott fejeket csókolóztatnak, az azért egy kicsit durvább. Ebben se vagyok 100%-ig biztos. Elmosódott a háttér, de az a vágás, az meg olyan tiszta. Nem? Minden kép valódi. Kutya, mit mondasz erről? Nos. Meghalt. Ez egy nő? Hát szerinted? Ez valami háborús kép. Gondolom második világháború és zsidó üldözés első tipnek. Hány szint is lesz? Kutya legyen velem. Na, hát van egy régi magyar nóta, 35 szúrás a testem. Mondjuk az nem nóta, hanem én. De most az ugrott be róla. Kicsit szétszórt ez a gyerek. Vagy ember, vagy akármi is. Ijesztő, félelmetes hangok. Kitör majd a frász. Na, hallgassunk bele.
még kihallott már babos írás. De engem nem tört ki a frász a babos írás. Voltam már fogorvosnál? Nem. Akkor téged az, én voltam már fogorvosnál, engem nem is ez a hang. Én, nekem erről mindig az a, az, az illat jut eszembe, meg a, amikor így a fúró kifúrja a fogadat, és egy picit olyan égett szag. Megesik az emberre. Nem tudom, miért paratesznek kell tenni. Eléggé ütemesen hány. Ritmusra. Mindig ugyanannyit válnak. Ez inkább a fóbiákra menne, igen. És ha az embernek nincsenek ilyen fóbiái, akkor... Ugye a táblakaparás szerintem ennél valójában durvább hangot ad ki. De engem azt nem szokom különösebben, mint az alapozok. Hát a hangok eddig gyengék voltak. Felkavaró videó. Vegyesen. Egy tüzel az egyszerű dologra. Valóság képes? Oh! Na, ez szerintem már dolgozott. Kutya. Kutya. Külből kiszed egy hangját. Egy rovar. Ugye nem egy boncolós videó lesz. Egér. Na jó, inkább legyen valami jumpscare, az ilyet, ez nem... Na! Került az a... Ne nyújkálj már még jobban bele! Ó, ilyen kis lapos egér. A meglepetés! Ez lenne a jumpscare? Ne! Jó, azt mondtam, inkább jumpscare. Ez jumpscare lesz. Ez jumpscare lesz? Biztos. Nem szeretem a jumpscare-eket. Az előbb! Tudom! Tehát két rossz közül. Ne! Be! Kutya, csinálj valamit!
Hú! Előbb ijesztelek meg, mint engem. Aha. Ezt el fogod játszani párszor, mi? Míg ördögi arcod nem lesz. Ismered meg. Vagy egy ére most már tényleg ördögi arca lesz. Hát, én egyszer ijedtem meg annál a nőnél. És akkor eldobtad a kutyát. Jó, most inkább csak meglepődtem. Hú. Sose szerettem az ilyen dolgokat. Hol vagy, Kikuli? Szegénynek még odavertem a fejét. Egyben van, az a lényeg. Te is egyben vagy. Hát igen. Mondjuk szerintem az egésznek a legrosszabb része ezek a... Én rám legalábbis a legnagyobb hatással az ilyen... az a boncolós jelenet, meg a... az önvagdosós jelenet volt, ami szerintem a legdurvább volt az egészből. Hát tényleg inkább a videók voltak, ami ijesztőbbek voltak. A hangok azok egyáltalán nem. Hát a hangok azok tényleg nem. Max azoknak, akiknek valami erős fóbiájuk van azokkal a dolgokkal kapcsolatban. De így nekünk nem volt igazából, az nem volt annyira durva. Mikor láttam ezeket az undorító dolgokat, inkább azt kívántam, hogy jumpscare-eket nézzek, de ugyanakkor a jumpscare-eket sem nagyon szeretem, mert az meg ijesztő. De minden esetre túl vagy. Undorító inkább. Igen. Nos, úgy látom, van még néhány parateszt, hogyha szeretnétek, hogy csináljunk még paratesztet, vagy én magamba, vagy Tudéjjel, vagy ő jelezzét. De én magamba nem akarom. Csak Tudéjjel, azt arra szavazzatok lehetőleg, mert ez egyedül az még durvább lehet. Na, köszönjük, hogy megnézted ezt, köszönjük, hogy végig szenvedted velem, bár lehet én jobban szenvedtem, mint te, de vagy ki tudja, együtt szenvedtünk. De minden esetre köszönjük, hogy megnézted a videónkat. Hogyha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, iratkozz fel Today csatornájára is. Nagyon jól csinálja, mit csinál. És találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Sziasztok.